Dandy Flóra énekesnő neve Franciaországban sokkal ismertebb, mint itthon. Legalábbis egyelőre. Miklósa Erika opera énekesnő felfedezetje második nagylemezével most éppen Belgiumban aratott nagy sikert. Franciául, olaszul és angolul is énekel, dalai több külföldi rádiócsatorna játsza. Most vele találkozunk. Komoly megbeszélés egy készülő klipről. Flóra és rendező kollégája a finom hangolást végzi a következő forgatás előtt. Kevés az idő. Az énekes épp Holland turnéjáról ért haza. Nem sokára indiai koncert várja. Delhiben megrendeznek egy nemzetközi művészeti fesztivált, ahol meghívtak Sinha Robert gitárművésszel, úgyhogy nagyon jó helyszínen, nagyon jó szervezésben ezen a fesztiválon fogunk fellépni. Ez a hónap nagyon sűrű, de az az igazság, hogy mindig, amikor kicsit elcsüggedek, hogy jaj, de fáradt vagyok, és inkább lennék otthon a kis lakásomban, akkor mindig elgondolkodom, hogy én választottam, és mennyire szerencsés vagyok, hogy azt csinálhatom, amit szeretek. A fiatal tehetség barátjának mondhatja Miklósa Erikát is. Nem olyan könnyű ezt leírni, mert nekem már annyira természetes, hogy mi ennyire jóban vagyunk, és már tényleg családi a viszonyunk, együtt is karácsonyozunk, megtartjuk a szülinapokat, és hát nem tudom, szerintem ez már nem is feltétlenül a szakmáról szól, hanem a személyiségünkről, de nagyon sokat segített az elején, és a mai napig is mellettem áll és támogat. Erika menedzsere figyelt fel Flóra tehetségére. Látta bennem a Zoltán, hogy van benne valami közös Erikával. És évek múltán Erika mondta, hogy azért tette le a voksát mellettem, mert a fiatalkori önmagát látta bennem. Az énekes jogi diplomát is szerzett. Dr. Tandy Flóra is vagyok, elvégeztem a jogi egyetemet, de hál' Istennek nem kellett még használnom, mert úgy alakult az életem, hogy tényleg azt csinálom, amit nagyon szeretek. Talán a szerencse az egyenlő a véletlennel. És akkor sok-sok szerencsés pillanat volt az életemben, és remélem, hogy ez így is marad. Bízhatnám önmagam.